7 éve indult, most pedig befejezéséhez érte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat és a kormányhivatal, valamint számos más oktatási, gazdasági szereplő partnerségében megvalósított vármegyei foglalkoztatási paktum. A program azt a célt tűzte ki, hogy élénkítse a térség munkaerőpiaci helyzetét, növelje a hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságát és közelebb hozza egymáshoz a munkaadókat és a munkát keresőket. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke a projekt záró rendezvényén azt mondta, az összehangolt munka eredményeként sikerült elérni a kitűzött célokat. Ez azt kellett, hogy azt a több mint 11 milliárd forintot, mint ennek a programnak a keretében is erre a célra költöttünk, az hatékonyan is a projektben együttműködőkkel, főképpen a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályával együttműködve tudjunk sikeresen megvalósítani. A Paktum Plus programban további feladataink lesznek, ott 7,5 milliárd forintos a keretösszegünk, itt pedig a Paktum zárásakor több mint 11 milliárd forinttal zártunk a vármegye egészét tekintve, a helyi paktumokat és a nyíregyházi programot is beleértve. Nagyon jelentős összeg, és úgy gondolom, hogy jól sikerült elkölteni mind a foglalkoztatók számát tekintve, mint pedig azokat a tevékenységeket, amit gazdaságfejlesztésnek, helyi termékfejlesztésnek hívunk. Ezeket a tevékenységeket is fogjuk folytatni a jövőben is. A foglalkoztatottság javítása és a gazdasági növekedés egyik alapja, hogy legyenek beruházások, mondta el Szabó Tünde a régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos köszöntőjében. Hangsúlyozta, a vármegye ezen a területen hatalmas fejlődésen ment keresztül. Ugye a közös összefogás révén a támogató gazdaságpolitikának köszönhetően a térség dinamikusan fejlődik, ezt mindannyian érzékelhetjük. Élénk gazdasági, turisztikai, kulturális kapcsolatok szövik át, és egyre inkább kiváló feltételek fogadják a befektetőket, a lakosságot, a turisztikai vendégeket, az ide látogatókat, miközben számos téren megújulnak Nyíregyháza és a vármegye lehetőségei, legyen az közlekedési infrastruktúra, turizmus területe, logisztikai terület, vagy akár raktározási céllal elfogadott tevékenységek. Nagyon sok munkás kézre lesz szükség a következő években, ezért is van szükség a vármegyei paktumokra. Erről már Szomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár beszélt az eseményen. A politikus hozzátette, a program legfőbb eredménye, hogy a térségre leginkább jellemző hátrányokat sikerült jelentősen mérsékelni. Ezek a programok általában párhuzamosan szoktak futni, ugye szokott országos program lenni, és ugye ennek a helyi lába tulajdonképpen az a paktum, ami az országos programok lefedettségén kívüli egyébként hátrányos helyzetű embereket próbálják fölkarolni, és hát a tudás, az ehhez szükséges tudás és a források is tulajdonképpen ide vannak deklarálva, ahol ugye a legnagyobb a baj. Az államtitkár a paktum záró rendezvényén egyúttal bejelentette, létrejött a megállapodás a kormány és a munkaadók, valamint a munkavállalók között a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének szintjéről. Mert december 1-től ugye ilyen még nem volt, hogy hamarabb, mint január 1 növekszik a minimálbér. Tehát december 1-től a minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum pedig 10%-kal növekszik. Ez tényszerűen azt jelenti, hogy a bruttó minimálbér december 1-től 266.800 forint lesz, a garantált bér minimum pedig 326.000 forint. A rendezvényen elhangzott, már elkezdődött a 7,5 milliárd forintos kerettel elindult Paktum Plus program megvalósítása. A következő 7 éves ciklus egyik legfőbb célkitűzése pedig, hogy a vármegye inaktív rétegét szólítsák meg. Erre nem csak gazdaságfejlesztési, hanem szociális szempontból is nagy szükség van.